a Pszachim traktátus 42-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni. Még a 41-es lap végén tartunk. Ma be fogjuk fejezni a Pszachim traktátus második fejezetét, és el is kezdjük rögtön a harmadikat. Lesz ma szó mindenféle izgalmas dologról, így például az ókori szépítőszerekről és szörtelenítőkről, amelyekben volt hamec. Meglepő mondom, lehet, hogy manapság is van. Nem vagyok annyira jó a szörtelenítő szépítőszerekben. Szóval, most tehát a 41-es lap végén tartunk, és még mindig arról van szó, hogy a pészachi áldozatot, amelyet a pészach előtti délután áldoztak fel a szentélyben, vágtak le a szentélyben, és pészach este, az este bejövetelekor, a széder este kellett elfogyasztani, azt hogyan kell megenni, és hogyan nem szabad megenni. Ugye azt mondtuk, hogy a Tóra úgy fogalmaz, ne egyél belőle na-a, orhanggal na-a, az azt jelenti, hogy ahogy megtanultuk, hogy félkészen, tehát úgy, amikor félkészen van valami megsütve, ne egyél belőle na-a, és azért mondom ilyen orhangon, mert ahogy megtudtuk, ez egy arab kifejezés, és valahogy úgy képzelem, hogy az arabok így mondhatták. Vassalmövussal, sem főve főzve, ebből megtudtuk, hogy tilos bármilyen módon főzni. Legyen az akár vízben, gyümölcslében, saját levében, csak is, ahogy a Tóra folytatja, tüzön sütve egyétek meg azt. Mikortól kell kezdeni a fogyasztását? Az este beálltától, délután még nem szabad enni belőle. Most ennek kapcsán az utolsó pár tézist fogjuk most gyorsan átvenni. Talmud azt mondja a 41-es lap végén, Tanurá bonon, ochal calimi bőjjóim, chájov. Ukszáisz, nomi se ha seicha, chájov. Következőt tanították bölcseink a brájtában. Ha valaki evett az áldozati húsból, ami meg volt sütve, úgy ahogy az kell, tüzön, barbecuezva volt, de az est beállta előtt, még délután evett belőle, akkor chájov büntethető. Ksáisz, nomi se ha seicha, chájov, ha pedig a sötétedés után evett belőle, de nem volt jól megsütve, hanem na-a volt, vagyis félkészen volt megsütve, akkor ugyancsak chájov, ugyancsak büntethető. Tanítszolidum jön, de na-a-mána be-láv, áfcoli be-láv. A kettőt ugyanazzal a mércével mérjük, vagyis ugyanúgy tilos délután enni a jól megsütöttből, mint este enni a nem jól megsütöttből. Pedig van egy nagy különbség a kettő között. Bislém a na, szíváltéklum en a na. Ha a félkészről van szó, amit akár a esbe állta után eszek, az érthető, hogy ez miért büntethető. Miért? Mert a Tóra konkrétan azt mondja, Mózes második könyvének 12-es fejezetének 9-es mondatában, ne egyél belőle félkészen. Vagyis ez egy konkrét tilalom. Elad szaliminnalan. Viszont azt honnan vesszük, hogyha jól meg volt sütve, viszont idő előtt tettem, akkor az tilos, ilyen tilalom nincsen, ilyen konkrét tilalom. Mindig színve, ahvesze, baszok, belájla, zebe, lájla, én, bejajm, laj. Csak onnan tudjuk ezt kikövetkeztetni, hogy a Tórában az van írva, és egyétek ezt, mármint a áldozati húst, belájla, haze, ezen az estén, tehát a kivonulás éjszakáján. Innen tudjuk, hogy a kivonulás éjszakáján kell enni, tehát nem lehet enni korábban, de ez nem egy konkrét tilalom, hanem ez egy úgynevezett Hai lav, ha bla miklál a széhu, de kolabba miklál a szej a szej. Ez nem egy tilalom, hanem egy tilalom, ami egy felszólításból következik. Lav, ha bla miklál a szej. Ez egyik kulcsszava a mai tanításnak, úgyis ez egy általános jogi fogalom. Ugye, amikor a Tórában lévő tilalmakat, felszólításokat, szabályokat, törvényeket kategorizáljuk, akkor vannak különböző jogi kategóriák. Tegnap vagy tegnap előtt részletesen beszéltünk például a lávsebech lalusz, az általános tilalomról, ami nem konkrétan tilt valamit, hogy az büntethető-e vagy sem. Most egy új tilalom típusról beszélünk, egy láv ha bomik lál a szé. Egy olyan tilalomról, ami nem tiltó formában, nem tilalomként szerepel a Tórában, hanem következtetjük egy felszólításból. Mint például a mi esetünk most. A Tóra azt mondja, egyétek azt este, innen tudom, hogy nem szabad enni nappal. Ugye egyétek azt a széder este a Pészach bejövetele után, ebből tudom, hogy nem szabad enni mielőtt
az este alászállna. Ez nem egy konkrét tilalom, hanem ez egy felszólításból következő tilalom. De érthető, hogy egy ilyen tilalom az kevésbé tilos, mint amikor valamire a szöveg azt mondja, hogy az adott dolog tilos, hiszen ezt csak kikövetkeztetem egy felszólításból, nem pedig egy konkrét tilalomként szerepel. És ezért van az az általános szabály a Talmudban, hogy láv ha bo miklál aszei aszei hu. Minden olyan tilalom, ami egy felszólításból következik csupán, az egy felszólítás szintjén van. Tehát ha azt megszegem, akkor az ugyanolyan, mintha elmulasztanék egy felszólítást. Ugyanúgy, mint ahogy egy felszólítás elmulasztásáért nem jár olyan szintű büntetés, mint egy tilalom megszegésért, ugyanígy a felszólításból következő tilalom megszegésért ugyancsak nem jár ugyanolyan szintű büntetés. Amarav hiszda, például nem járt érte testi fenyítés. Amarav hiszda, ha manni, rebi juhudahi. Azt mondja, a hiszda, igen, ez jogos. De itt Rabbi Yehuda különutas véleményével van dolgunk. Mi volt Rabbi Yehuda különutas véleménye? Rabbi Yehuda különutas véleménye az volt, hogy láv ha bo miklál aszei, hogy még az a tilalom is, ami egy felszólításból következik, és nem egy konkrét tilalomként van a Tórában megfogalmazva, az is ugyanolyan tilalomnak számít, és büntethető kategória, mint maga a konkrét tilalom. Ez Rabbi Yehuda különutas véleménye. De tánya a sönyve szelszarúá ve kalut. Na davatásza a iszaj. Van egy a Tórában, a harmadik, Mózes harmadik könyvében, 22-es fejezet, 23-as mondatban, egy olyan felszólítás, ami arról szól, hogyha valaki fel akar ajánlani valamit a szentélynek, akkor az kétféle, egy állatot például, az kétféle módon teheti. Vagy felajánlja, mint áldozat, amit a oltáron fel fognak áldozni, vagy fölajánlja a szentély kincstárnak. Ugye a szentély kincstárnak bármit föl lehetett ajánlani. Föl lehetett ajánlani a földemet, a házamat, a bármit. Viszont áldozatként csak olyan állatot lehetett fölajánlni a szentélyben, ami alkalmas volt arra, hogy áldozatként azt bemutassák. Minden olyan állat, aminek van valamilyen testi hibája. Például van rajta egy seb, egy születés, vele született testi hiba, és így tovább, az nem alkalmas arra, hogy áldozatként bemutassák. És ezért a Tóra azt mondja, sojlva szesz a ruave kalut, ne davatásza a iszai. Ha van egy marhád, vagy egy bárányod, amelyik szaruave kalut, szarua az az, amikor a két szeme nem egyforma. El van mozdulva az egyik szeme a másiktól. Kalut az az, amikor a patája az nincs teljesen szétvágva. Ezek vele született testi hibák. Akkor ez esetben mit mond a Tóra? Ne davatásza ojszaj, felajánlhatod a kincstárnak, le neder lajératszaj, de áldozatként nem fogadható el. Mit mond ebből a brájta? Olyszaját a maszpisz, lebedek a bájsz, itt a maszpisz, tmimim lebedek a bájsz. Magyarul, akkor a testi hibás állatot felajánlhatod a kincstárnak, de a nem testi hibás, hanem teljes, szép állatot nem ajánlhatod föl a kincstárnak, hanem azt áldozatként kell felajánlod. Mikán amru kala maszpisz, tmimim lebedek a bájsz, öjvel bászaj. Innen mondták azt bölcseink, hogyha valaki ezt megszegi, és egy testi hiba nélküli állatot a kincstárnak ajánl föl, ahelyett, hogy áldozatként ajánlaná föl, ne kérdezzétek, hogy ennek mi értelme van, vagy miért csinálná így, akkor azzal megszeg egy felszólító parancsot. Elmulaszt egy felszólító parancsot. Miért? Mert a Tóra mit mond? Ajánl föl a testi hibás állatot a kincstárnak. Akkor ez egy felszólítás, amiből következik egy tilalom. Ez a tipikus esete a láv ha bo miklál aszeinek. Annak a tilalomnak, ami egy felszólításból következik. Mert volt egy felszólítás, hogy ajánlt föl a testi hibás állatot a szentélykincstárnak. Innen tudom, hogy ami nem testi hibás, azt nem a szentélykincstárnak kell felajánlani, hanem az oltárnak. Most, ha valaki a nem testi hibást, az nem az oltárnak ajánlja föl a kincstárnak, akkor ezzel megszeg egy tilalmat, de egy olyan tilalmat, ami olyan kategóriában van, mint egy felszólítás, mint hogyha elmulasztana egy felszólítást, Blöjszász szeminájén, honnan tudom, hogy megszeg viszont egy tilalmat is. A
Mert írva van, hogy Dábéra Semmel, Moise Leimol, Limédál a Pársa Kullas, Jebbel, és Szászat Ivre Rebbi Júda. Ugyanis ez a szöveg úgy kezdődik, hogy és szólt az örökkévaló Mózeshez mondván, és az a szó, hogy mondván, legalábbis Rabbi Júda szerint, akinek a nevéhez az egész brájta fűződik, az a szó, hogy mondván, az arra tanít bennünket, hogy azok a tilalmak, amelyek felszólításból következnek, hogyha egy olyan szövegrészben vannak benne, ami úgy kezdődik, hogy szólt az örökkévaló Mózeshez mondván, akkor azok valódi tilalom szintjére emelkednek. Még egyszer. Alapból azt mondtuk, hogy az a tilalom, ami nem konkrét tilalomként van megfogalmazva, hanem egy felszólításból következik, tehát egy láv ha bomi klálaszei, az a általános vélemény szerint ugyanolyan, mint egy felszólítás elmulasztása. Tehát nem olyan, általában azt mondjuk, egy tilalom megszegése a súlyosabb, mint egy felszólítás elmulasztása. Ugye? Ha egy olyan tilalommal van dolgom, ami egy felszólításból következik, akkor az általános vélemény az, hogy a tilalom szegésem nem súlyosabb ez esetben, mint egy felszólítás elmulasztása. Rabbi Yehudának viszont van egy külön utas véleménye. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy minden olyan tórai szakasz, ami azzal a felszólítással kezdődik, hogy szólt az örökkéval Mózeshez mondván, elég sok kezdődik különben így, majdnem az összes így kezdődik, amiben van egy felszólítás, amiből következik egy tilalom, az a tilalom, az valóban tilalom. Az nem csak olyan, mintha elmulasztottam volna egy felszólítást. Miért? Nem tűnik egyelőre semmi logikát nem látunk egyelőre ebben. Mi köze van annak, hogy egy szólt az örökkévaló Mózeshez mondván, hogy ez fölemelje azt a tilalmat, ami egy felszólításból következik, a felszólítás elmulasztásának szintjéről a tilalom valódi megszegésének szintjére. Mi köze van a két dolognak egymáshoz? Érdekes szójátékok következnek. Közben köszöntöm Dodit, aki most csatlakozott hozzánk. És mindenki mást is természetesen sokan csatlakoztak azóta is. Nos, mit mond? Amár lőre bille bárkapara, máj másma, mi köze van ennek? Szóval hogyan kapcsolódik ez a szólt az örökkévaló Mózeshez mondván? Lémoir, kifejezés. Ahhoz, hogy ebből azt mondjuk, hogy minden, ami így van megjelölve, az tulajdonképpen egy valódi tilalomnak számít, akkor is, hogyha csak egy felszólítás elmulasztásából következik. Omar loj, dich szív, lémoir. Loj, nem már bedvarim. A lémoir szó, ami azt jelenti, hogy mondván, az olyan, mintha ketté választanánk a szót, lémoir, hogyha előttünk van a héber kifejezés, hogy írjuk azt, hogy lémoir, lamed alef, memrés. Akkor azt úgyis szét lehetne választani, és azt lehet, ami azt jelenti, hogy mondván, de szét lehet választani, és azt lehetne, hogy lomor. Nem mondtam. És erre azt mondja Bárka Para, hogy ez a szó arra utal, hogy Isten azt mondja, itt van egy tilalom, amit ti ki tudtok következtetni a felszólítás elmulasztásából. Valójában ez egy igazi tilalom, amit én nem mondtam. Ez az első vélemény. Bein Rav Amri, Rávnak a tanházában ezt másképp magyarázták, lémoir, láv emoir. Azt mondja, ez egy kicsit szerintem nekem jobban tetszik, ez a második, lémoir, ez egy szójáték, amit úgy nevezik, a net mond nekik. Magyarul, tegyél egy konkrét tiltást. Én nem mondtam a konkrét tiltást, de én mondom neked, hogy tegyél egy konkrét tiltást, vagyis az is, ami látszólag csak egy felszólítás elmulasztásának tűnik, te azt tedd meg egy konkrét tiltássá. Oké. Okay. Ezzel ezt a kérdést lezártuk, most áttérünk a mistának a végéhez. A Mista végének a magyarázatához, amiben arról volt szó, hogy hogy a péknek a vizét, ugye abban a péknél van egy ilyen kis tálvíz, amiben bele mártogatja az ujjait, és azzal keni a kenyeret, vagy fogja meg a forró kenyeret, és néha vissza az ujjait megmártja a vízben, hogy ezzel lehűtse a forróságtól az ujjak végét. És ezt a vizet, ezt azonnyomban ki kell önteni Pészakkor, mert ebben van liszt, meg tésztamaradványok, ami az ujjáról lejött, és az rögtön hamecé válik. És a kérdés az, mit kell konkrétan csinálni ezzel? Tána, háda, sajfhim. Ugye azt tanultuk, hogy ki kell önteni. De hogyan kell kiönteni? Tána, háda, sajfhim, be makkami darin. Vén, sajfhim, be makkami is bajren.
egy brájtában azt tanultuk, hogy amikor kiöntjük ezt a pékvizet, akkor ezt egy lejtős földön kell kiönteni, hogy szétterüljön, elfolyjon, és nem szabad egy töredezett földön kiönteni, mert ott a törésekben bemenhet a víz, és ott megállhat, és hamecé válhat. Egy másik helyen pedig azt mondtuk, hogy tárnyi idat, sejfrimbe makömi is bajra, egy másik helyen meg azt mondtuk, hogy semmi gond, ki lehet önteni a töredezett földön is. Mi akkor a igazság? Lőjkási had a nifsig, de kavu, had a löj nifsig, de löj kavu. Azt mondja, hogy attól függ, ha nagyon sok a víz, akkor a töredezetnél tényleg megáll a víz, és hamecé válik, ha nem olyan sok a víz, akkor a töredezetben is lefolyik, és nem lesz semmi probléma. Oké. Okay. Amár Rabbi Yehuda iselő talus elabe máim selonu. Ez a, amiről most végül a másik fejezet legvégén, mielőtt befejeznénk, tanulunk, ez a máim selonu. Amikor gyerek voltam, akkor mindig, amikor mondták, hogy na, most megyünk a máim selonu. A vízért, ugye mindjárt elmondom, hogy miről van szó, ugye a Pészakkor, akkor a hamecot, a macesz sütik, akkor máim selonuval kell sütni. Mit jelent az a szó, hogy máim selonu? A víz, ami állott. Ugye tanultuk korábban, hogy nem szabad forró vízzel, vagy a kelténél melegebb vízzel sütni a macesz, mert a meleg víz, az felgyorsítja a kovászosodási folyamatot, és ezt nyilván el akarjuk kerülni, és ezért normál hőmérsékletű hideg vízzel, nem túl hideg, de hideg vízzel kell csinálni. Most hogyan kell ezt tenni? A forrás vízből csináljuk a macest, akkor hagyni kell állni a vizet egy éjszakán át. Manapság ez egy egész szertartás, hogy a vizet kiöntjük, és akkor várunk, és mit tudom én. És ezt hívják máim selonunak. Amikor a gyerek voltam, akkor mindig azt hittem, hogy máim selonu az azt jelenti, a mi vízünk. Mert héverül a máim selonu, az azt jelenti, hogy a víz, ami állott, ami állt, de úgy is lehet olvasni, hogy máim selonu a miénk, a mi vízünk. És azt hittem, hogy ez csak egy ilyen gyerekes félreértés. Mindjárt látni fogjátok, hogy a Talmudban is voltak, akik ezt félreértették. Nagyon érdekes, ez nagy élmény volt számomra ma ezt tanulni. De akkor először is nézzük, miről van szó. Amár Rabbi Yehuda iselő talus elabe máim selonu. Egy asszony, amikor macesz süt, akkor csak is állott vízzel süsse. Darsanab mászna be fapunja. Rab mászna fapunjában tanította ezt a tanítást, hogy állott vízzel kell sütni a macest. Le machar ajtu kula alma hacbájúva asszulegabé. Másnap jöttek a tanítványok, és mindenki hozta a saját kancsolját, Vamrulei, Havlanumája, és azt mondta, adjál nekünk vizet. De miért? Mert úgy értették, hogy saját vízzel kell sütni. Hozták a saját kancsoljukat, hogy hazavigyék a saját vizüket. Amrulei, Anube, Májde, Viszu, Amri. Erre elmagyarázták, hogy nem Máim se Lanu, hanem Máim se Lanu. Nem azt értettem ez alatt, hogy a mi vízünk, hanem úgy értettem, a saját víz, hanem úgy értettem, hogy a víz, ami állott. Darás rave iselő talus behama, velöj behame hama, velöj behame grufi na muljar. Ezzel kapcsolatban tanított a rave, hogy az asszony ne süssön maceszt a napsütésen, akkor felmelegszik a víz, amiben a tésztát csinálja, maga a tészta, és gyorsabban kell meg. Velöj behame hama, sem olyan vízzel, ami fölmelegedett a naptól. Lőbe máj meg rufi minden múliar, sem olyan vízzel, ami a vízmelegítőből, vagy vízmelegítő mellől van. Mi lőjták be a jada minden tánul átsütik, mert ez kalapász, és ne vegye el a kezét a sütőtől, a tésztától, amíg be nem fejezi a tésztának a megsütését. Ugye arról is tanultunk, hogyha valaki elveszi a kezét a tésztagyúrástól, akkor kezd el tulajdonképpen megkelni a tészta. Mert szarok snél kénim, ehhogy sem meg a tefesz baj, ehhogy sem a cenesz baj sziada, és két tál víz kell, hogy legyen ott. Az egyik az, amivel bekenni a tésztát, a másikkal, amivel a kezét hűti le. Miért? Mert amikor lehűti a kezét, az a víz, az fölmelegszik a kezének a melegétől. És ezért, hogyha azzal kenné be a tésztát,
akkor a két tészta megint csak melegebb lenne a keleténél, és jobban beindulna a kovászosodási folyamat, ezért két kis tálvíz kell. Baja lejú, avra ve lassam. Mi a helyzet? Máu, mi a helyzet, ha mégiscsak meleg vízzel csinálták a tésztát? Lehet enni azt a macest, vagy sem? Már Zutra már mutar, de Vási már asszur. Két vélemény van természetesen, már Zutra azt mondta, hogy szabad enni, de Vási azt mondta, hogy tilos enni. Miért mondta már Zutra azt, hogy szabad enni? Amár már Zutra, mert na, minőle a de tánya, én leszem ezt a érjénbe, Peszach, én leszem ezt báko, a szülim leszem ezt báko mutai. Azt mondja már Zutra, honnan veszem én, hogy annak ellenére, hogy tilos meleg vízzel, vagy langyos vízzel sütni vagy készíteni a tésztát, és sütni a macest, hogyha mégis ezt tették, akkor az a macest kóser. Mert azt tanultuk egy pár nappal ezelőtt, hogy volt egy olyan törvény, hogy nem szabad átmosni az árpát, mielőtt megőrölnénk, hogy lisztet csináljunk belőle, hogy nehogy hamecé váljon a árpa, még mielőtt megőrölnénk. És azt mondta a Talmud, hogyha mégiscsak átmosta valaki, akkor imnisz baku. Ha láthatóan felpuffadtak és kipukkadtak a árpaszemek, tehát beindult az erjedési folyamat, akkor tilos enni belőlük, imlainis bákum otarim, ha nem pukadtak ki, akkor szabad belőlük enni. És mit mondok én? Ezek szerint nem minden esetben, ha valami meg van tiltva, akkor ha mégiscsak megszegem, tehát rabbinikus tilalomként, mégiscsak megszegem, akkor megbüntetnek azzal, hogy nem ehetem meg. Nézd meg, nem tilos átmosni az árpát, és mégis, hogyha átmostam, ha csak nem látom konkrétan, hogy hametszé vált, hogy beindult a kovászosodás, akkor szabad elegennem, szabad használnom. Ugyanígy itt is, hiába tiltották meg, hogy langyos meleg vízzel süssem a macest, ha mégis így csináltam, így jártam el, nem fogják nekem megtiltani, hogy elfogyasszam. De Vási viszont nem ért ezzel egyet. De Vási már attuk kula hádami hiszem mechaszináú. Csak nem azt akarod mondani, mondja a Vási, hogy minden rabinikus csinálmat egy csokorban lehet említeni? Azért, mert ott így van az árpánál, ezért itt is így legyen a tésztánál? El a héha, de itt már. Héha, de la itt már. Ott, ahol konkrétan meg van említve, hogy nem kapok büntetést azért, mert megszegtem a rabinikus parancsot, ott valóban nem kapok, de ott, ahol nincs megemlítve, ott kapok. Tehát ebben esetben, hogy nincs konkrétan megemlítve, hogyha megszegtem azt, hogy langyos vízben süssem a macest, süssem a pászkát, akkor ehetek belőle, akkor abban indulok ki, hogy nem ehetek belőle. Hádrana lach kol sa, ezzel befejeztük a kol sa, a második fejezetét a Pszachim traktátusnak. És rögtön elkezdjük a harmadik fejezetet, és itt izgalmas dolgokról lesz szó, olyan hamecokról, olyan kovászos dolgokról, amelyek nem hagyományos ételek. Ez lehet izgalmas. Étrend kiegészítő, szépítőszer, szörtelenítő, munkaeszköz, munkaanyag, stb. Sok érdekes dolgot megtanulunk az ókori életviszonyokról. Mi a helyzet ezekkel? És persze arról is tanulunk, hogy mi ez a helyzet hasonlókkal manapság. A következő dolgokkal megszegem Pészachkor a bálira, a báli macea ne legyen, és ne láttassék, ne találtassék, és ne láttassék nálad a tulajdonodban Pészachkor hamec tilalmát. Az edés tilalmát nem szegem meg, mert ezeket nem szoktam, valamit meg is szoktam enni, de mindesetre ezek közül van olyan, amit semmiképp nem ennék meg, de mégis megszegem vele a ne találtassék nálad hamec tilalmát. Mik ezek a dolgok? Kutaha babli, a babiloniai mártás, séhar hamodi, a méd sör, de hamec hádoimi, és az edomita ecet, de zészom hamitzi, és az egyiptomi orvosság, de zoiman sercebaim, és a festők korpás vize, vám milon sertebachim, és a szakácsok tésztája, de kailon sel szoflim, és az írdokok ragasztója. Most itt mindegyikre el lesz, majd a Talmud végig fogja venni, mi micsoda. Ezek közül van olyan, ami már többször szerepelt korábbi tanulmányaink során, de mindesetre ezek azok, és ami érdekes ezekben, hogy felsoroltunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolgot, és ezek közül 4 az valamilyen nemzethez volt kötve, a,
a babilóniai mártás, a méd sör, a edomita ecet, az egyiptomi orvosság, és itt tovább, és itt tovább. Rabbi Lezer, mert áftach sité nosim, Rabbi Lezer ezekhez hozzátette, hogy ez így igaz a nők ékszereire is. Itt gondolom olyan ékszerekről van szó, ami nem világosít, hogy ékszer, vagy szépítőszer, de mindenesetben van hamec. Zákla, kalsumi, mind dagon, a következő az alapelv. Minden olyan dolog, ami gabonából van, és hamecé vált, megkovászosodott, a réze oiver, be Pesach, azzal megszegem a pészachi tilalmat. Hát de élubázara, én bőmisunk karasz, ugyanakkor ezek a fenti dolgok, ezek tilosak, de nem olyan szinten tilosak, mint általában a hamec, ezt majd később fogjuk tanulni, hogy miért, tehát nem jár értük karesz, nem jár értük karet, égi halálbüntetés. Oké, nézzük akkor, hogy mik ezek a dolgok, amikről itt tanultunk. Kutaha bavli, babilóniai mártás, ezt joghurtnak szoktam, félig ilyen joghurt, vagy mártás, és van benne tej, ahogy mindjárt ki fog derülni. Jó estét, Laci bácsi! Mi újság van? Gyerekek már veled vannak? Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozik hozzánk. Akkor nézzük, mi az első kutaha bavli. A babilóniai joghurt. Tanulában nonsla is, a dvarim nem rúbe kutaha bavli. Három dolgot tanultunk a babilóniai joghurt mártással kapcsolatban. Mert tamtemes a lév, a szív ereket eltömíti. Tamtemes a lév, mert számes a ináim, árt a látásunknak, mákes ez a gúf, és gyengíti a testünket. Magyarul nem egy kifejezetten egészséges étel ez a babilóniai joghurt mártás. Mert tamtemes a lév, mi az oka annak, hogy eltömíti a szívet. Mi sumnász jobbé, de halva. A tejsavó vagy tejsav? Elbizonyítottam, hogy készültem a mai estére, hogy tejsavnak vagy tejsavónak mondják azt, amikor a romlott tej, mindjárt ezt nem is romlott tejnek mondják, hanem... Mindjárt, a romlott tej ugye szétválik a tej föl, és egy ilyen sav. És azt hiszem, hogy ezt tejsavónak nevezik. Mindenesetre ezt a tejsavó van ebben a joghurtba keverve, és ez rosszat tesz a szívnek. És árt vakítja a szemeket, és milha, amiatt az erős só miatt, ami benne van. És gyengíti alvadt tej. Igen, savó, köszönöm, romlott tej, alvadt tej. Köszönöm szépen, Mária. Szóval, tehát akkor a savó, a tejsavó miatt rosszat tesz a szívünknek, a szemünknek rosszat tesz a só miatt, és itt ugye ez a, és a harmadik dolog pedig a gyengíti a testet, a kumnissa de uma, az ugye valahogy ebbe a mártásba penészes kenyérdarabokat tettek. És valahogy ez nagyon felerősítette az erjedését az egésznek. És ez volt a mártásnak a lényeg. De ez nagyon egészségtelen. És ez gyengíti a testet. Most egy pillanatra még itt tényleg vissza a szem vakítás problémához. Ugye azt mondja, hogy a só miatt. Ugye ez egy visszatérő dolog, amiről már tanultunk, hogy a van a szodomita só. Van nagyon erős só volt, amit régen használtak, és ez oka annak, az étkezés után rögtön lemossuk az ujjaink végét, mert ha véletlenül belenyúlnánk a szemünkbe, és a szemünk, és a kezünkön van még ez a só az ujjaink végén, akkor az meg tudja az embert vakítani. És itt is erről van szó. Nem az a gond, hogy só van ebben a mártásban, hanem mivel a kezükkel ettek, nem volt késvilla, hogy belemártja az ember az ujját ebbe a mártásba, és ha véletlen belenyúlna a szemébe, akkor azzal meg tudja magát vakítani. Ha ez ne lenne elég, akkor még tanulunk, már ha ez ne lenne elég abban, hogy milyen egészségtelen a kutaha bavli, milyen egészségtelen a
Egyipt a babiloniai joghurtmártás, akkor most a következő brájtában további egészségtelen ételekről és élelmiszerekről lesz szó. Tanulja banan, slöjsöd varim márbin ha zevel, a kajfe finesz a kajma, a nőtlin echod meha mésmőisz, mert olyan náim se ladam. Három olyan dolog van, ami az embernek a bélsárát gyarapítja, és meggyengíti az ember testét, és a látását 1/500-ból rontja. Mi ez? Élőhím, paszkébar. Ez a teljes kiörlésű kenyér, ami azt jelenti, hogy ami nem tiszta lisztből, hanem a pejvával közösen együtt őrölt lisztből készült, de sejhar hados, és az új sör, de jarakháj, és a nyers zöldség. Érdekes. Ezek közül az új sör különben, az itt valószínűleg azt a sört jelenti, régen a közel-keleten a sört, kivéve a méd sört, amiről majd mindjárt szó lesz külön, azt datójából készítették. És gondolom, hogy a datója erjedési folyamatának van egy olyan fázisa, amikor még új sörnek nevezzük, amikor az erjedés az tulajdonképpen egy romlott állapot. És itt ezért valószínűleg egészségtelen az új sör. Az, hogy a nyers zöldség miért egészségtelen, arra azt mondják itt a kommentárok, hogy ez kifejezetten olyasmikre vonatkozik, olyan nyers zöldségekre, amiket általában főve szoktak enni. Mint például a cékla, a hagyma, érdekes mondás, a fejes saláta. Ez azt mondja, hogy sokat eszik belőle az ember, a Rási azt mondja, akkor ha keveset eszik, az jót tesz, de ha nagyon gyakran sokat eszik, az nem tesz jót. Érdekes. Oké. Ezzel szemben van három, mi az, ami egészséges. Tanulja a balonos lajusat, valami Mátin lesz az ember, zöjjük fel lesz a könyvben, mert így lesz a jönáim. Három olyan dolog van, ami a bélsárt csökkenti, és az embernek erőt ad, és a látását javítja, pasznekia, a fehér lisztből készült, tiszta lisztből készült kenyér, baszar samen, és a zsíros hús, de jányosan, és az óbor. Érdekes, hogy ezekből mondjuk az ember azt gondolná, hogy manapság pont fordítva van. Manapság azt mondják, hogy egészséges a teljes kiörlésű kenyér, a sok zöldség. Az új sörre nem tudok mit mondani, de, és ugyanint fordítva egészségtelen a fehér lisztből készült kenyér, és a zsíros hús. Az óborra azt nem tudom, de mindesen három a kettőből pont fordítva tartják ma, mint az ókorban tartották. Pász neki a diszmido. Mi ez a tiszta kenyér? Az a megtisztított gabonából készült liszt, tehát a fehér lisztből készült kenyér. Baszor shamen, diszfirsa de laj aftach. Mi az a zsíros hús? Egy olyan kecskének a húsa, amelyik még nem ellett. Jáinyosan. Jáinyosan, mit jelent az óbor? A tike. Legalább 3 éves bor. Kol mi de mále le háj, kose le háj, de kose le háj, mále le háj. De általában jó az ember tudja, hogy minden orvosság, ami jó egy betegségre, az ártalmas egy másik dologra. Mindegyiknek van valami mellékhatása. Nincs olyan dolog, ami mindenre jó. Kivéve bármizang vila retiva. Kivéve a nedves, friss gyömbért, upil palárichta, és a hosszú borsot, upasznekia, és a tiszta fehér kenyeret, ubaszar samen, és a zsíros húst, Jáin Jossan és az óbort, de Mále Kulegufej, ami az mindig egészséges. Oké. Sejhar Modi. Ugye a felsorolásban az első volt, ami ugye Hamecos, az a Kutaha Bavli, a babilóniai mártás. Sejhar Modi az a méd sör. Mi az a méd sör?
Azt mondja a Talmud, de Ramubei Nesare, amiben beleraknak árpát. Ugye itt arra van szó, hogy manapság, ha jól tudom, minden sört árpából készítenek. De ahogy mondtam az előbb, ókorban a közel-keleten a sört azt datojából készítették, kivéve a médek, akik árpából. Mivel árpából készítették, ezért az hamec. Ugye az árpa megerjed, kis vizet is ráraknak, megerjed, és ezért hamec lesz. Kaimet szádaimi, és ugyanígy az edomita ecet. Mi az az edomita ecet? De sadubei szárei, ugyancsak olyan ecet, ami nem süpán borból készül, borecet, hanem raknak bele árpát, amivel az erjesztését gyorsítják, és itt a kommentárok szerint olyan árpát ráadásul, amit már korábban vízben áztattak, és ezért hamec. Amerab nachmen betchilak, se jümevin, szachim jihuda lajajén, se jönem máhvic átsajna, és ne széchen szain. Ennek kapcsán, az ecet kapcsán, nachmen a következő feljegyzést teszi. Szóval korábban, amikor még állt a szentély, akkor amikor Judából hoztak bort a szentélybe áldozati borként, akkor ez a bor soha nem vált ecetté, csak akkor, hogyha beleraktak árpát, és ezzel fölgyorsították a savasodását és az erjedését. Mondjuk hajna is, hogy hajmetsztán, és ezt nevezték ecetnek. Áksab, én jénom se le dojmim machmic, áksab észre széhez szérimike, észre hajmetsztán dojmim. Manapság megváltozott a helyzet, és az edomiták mondhatják, a rómaiak mondhatják magukról, hogy az ő boruk olyan jó minőségű, hogy csak akkor erjed meg, hogyha beleraknak árpát, és ezt nevezzük edomita ecetnek. Mert arról van szó, hogy az az borecet, ami magától válik ecetessé, az a bor, ami magától válik ecetessé, az nem hamec, mert nincs benne semmi, amitől hamec lenne. Az a bor, amelyikben van árpa, és ezzel gyorsították meg az erjedését, az hamec az árpa miatt. Régen ugye az a bor, ami nem válik ecetessé, az annak ellenére, ez egy nagyon jó bor. Régen Judea borai voltak nagyon jók, és azért náluk kellett belerakni az árpát. Manapság az edomiták, a rómaiak bora nagyon jó. Mondja ezt 1500 évvel ezelőtt. Miért van ez így? Le kájma se nem már imale a harva, imala zu harvazu. Azért van ez így, hogy ezzel teljesüljön Ezékiel próféta proféciája, hogy amikor ez elpusztul, akkor az fel kell, amikor ez fel kell, akkor ez pusztul el. Edom, Róma és Izrael egymással szembe van állítva, és amikor Izraelnek jól megy, akkor Edomnak nem megy jól, amikor Edomnak jól megy, akkor Izraelnek nem megy jól. És ezért, amikor Izraelnek jó volt a bora, akkor Edomnak rossz volt a bora, amikor Izraelnek rossz a bora, akkor Edomnak jó a bora. Nem nachmen itzak, amár me hacha le aim le aim jemotsz. Nem nachmen itzak, egy másik mondatból következteti ugyanezt, amikor Ézsau és Jákob, akiktől a zsidó nép és Edom, a rómaiak származnak, ugye Ézsau Edom, Ézsau az Edom felmenője, és ők tusakodtak az anyjuk Rebeka méhében, és ő elment. És az örökkévaló azt mondta neki, hogy le aim jemotsz, az egyik a másikkal fog birkózni. Magyarul mindig lesz egy ellentét, és amikor ennek jól megy, akkor annak nem fog jól menni, és amikor annak jól fog menni, ennek nem fog jól menni. Tánja már, mi hudabri sajnál nők jár, ha imetsz mám, ha arec, én itt szajok lászél, mi pnések az akka, én nő baj, el a minha temed. Remény Huda a következőt tanította. Kezdetben, amikor Judában vettél egy Amho Orectől ecetet, akkor azt nem kellett megtizedelni. Ugye azt tanultuk korábban, hogy volt egy időszak, amikor a másik szentély felépülése után Ezra azt látta, hogy az Amho Orecek, a tudatlan emberek, fukarok voltak a saját termésükkel kapcsolatban, és ugyan a trumát a kohanitáknak odaadták, de minden más papi adót azt nem adtak oda. Tehát tizedet, másodtizedet, szegényeknek járó tizedet, és itt a vesztav. Ezeket mind-mind elmulasztották. És ezért elrendelték a dmáj fogalmát. A dmáj arról szólt, hogyha én vettem egy Amho Orectől, egy tudatlan embertől zöldséget vagy gyümölcsöt, akkor abból indultam ki, hogy nem tizedelte meg, és ezért nekem meg kell tizedelni. Mégis a Juda azt mondja, hogy Judában,
amikor vettél valakitől ecetet, akkor nem kellett megtizedelni. Miért nem? Az ecet az borból van, akkor miért ne kellene megtizedelni? Mert ezek az ecetek temedből készültek. Mi az a temed? A temed az egy olyan folyadék, ami nem maga a bor, hanem a megmaradt törkölyből, vagy ilyen üledékből ráöntöttek vizet, és ez kapott egy kis szint, még egy kis szín kijött ebből az üledékből, és ebből csinálták az ecetet. Most ugye abból indulunk ki, hogy ez a temed, ez nem számít bornak, és ez nem kell megtizedelni. Ásával ők járhumec már marad, szorok lászásokhoz kassza is, én, de baj el, mint a jaj. Mert manapság már a bort, a ecetet borból magából készítik, és ezért csak kész. Veszek ecetet, azt meg kell tizedelni, mondja Rabbi Júda. Szóval Rabbi Júda, temed láb, bár a szuri minhu. Miért mondta azt Rabbi Júda, hogy a temed az nem köteles a tizedre? Ugye a temed, ami ebből az üledékből készül. Vagy a ecet, ami az üledékből készül. Az üledék az nem köteles a tizedre? A hatnán, amikor egyszer azt tanultuk egy brájtából, amit támed, de nosza máj, de mida, mocag, de mi szad, az egy patur. De mi húda, mechájav, azt tanultuk, hogy valaki fog üledéket, ráönt vizet, és annyi folyadék jön ki alul, mint annyit ráöntött, akkor a tána káma véleménye az, hogy nem kell tizedelni, mert semmi más, mint víz, csak kapott egy kis szint. De mi húda viszont azt mondja, hogy de, még ezt is kell tizedelni, akkor miért mondta itt, hogy az ecetet, ami temetből készült, az üledékből készült, azt nem kell tizedelni. Akik amála, hogy nechsodám haracel a temed, azt mondja, Talmud azért nem, mert azon az állásponton volt, hogy bizonyára meghozták a tizedet a temetből. Nem azért nem kell tizedet hozni, mert nem kell tizedelni a temedet, hanem azért, mert ám horec, a bort nem fogja tizedelni, mert azt sajnálja, de a temed, ami semmi más, mint víz, amit ráöntöttél a bor üledékére, azt miért ne tizedelné meg? A vizet nem sajnálja. Iba is szeima a nechsadó velő, kása habe darviki habe fuciri. Egy másik vélemény szerint nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a temedet is kétféleképpen lehetett csinálni az üledékből, és lehetett csinálni a magvakból. És amikor a magvakból csinálták, abban volt igazi szubstancia, és ezért az köteles tizedelni. Amikor csak az üledékből, akkor az, és erre gondolt az, abban a brájtában, amit az előbb idéztünk, amikor viszont a üledékből, akkor nem kellett tizedelni. Oké. Ennyit a ecetről, az edomita ecetről. Következő dolog, amit a Misha mond, az a Zeisoma Mitzri, az egyiptomi orvosság. Máj zészem, mit szó, mi ez az egyiptomi orvosság? Tányira, mi a iszev, knilta, szaáré, tilta, kurtömi, tilta, milha. Olyan hiszem, a Brachot traktátusban viszonylag részesen foglalkoztunk a zészem, a micrivel. Emlékeztek, ezt mikor kell inni, reggel kell inni, és ott milyen áldást kell rámondani, és kell áldást mondani, és egészséges, vagy nem egészséges. Úgyhogy most újra köszöntjük a zészem, a micrit, egyiptomi orvosságot. Mi ez az egyiptomi orvosság? Három dolgot tettek bele. Egyharmad árpát, egyharmad tehát egyharmad árpanisztet, egyharmad sáfrányt, és egyharmad sót. Finom lehet-e. A papa mápik szeirú májjel hiti, a papa szerint nem árpanisztel, hanem búzalisztel kell használni. Szimnach sziszani, és erre egy jó emlékeztető az a szó, hogy sziszani, ami maga az az edény, amiből ezt ették, és a számek az emlékeztet arra, hogy nem jó, safe, azt mondta, hogy szári, hogy árpával készítették ezt az orvosságot. Torin lehu, de kaluleo tachnileu. Mit csináltak ezzel a három anyaggal? Tehát az egyharmad árpanisztel, egyharmad sáfránnyal és egyharmad sóval. Ezeket összekeverték. De tachileu és megőrölték. De sasszul leum egy divhava adacárta. És ezt itták Pészáktól Savuotig. Tehát ez tavasszal volt jó. De kamit már pilé, és mit tett ez? Ha valakinek székrekedése volt, akkor ez beindította
az emésztés működését, ugye Raffin meg Kametlé, ha valaki meg hasmenése volt, akkor visszatartotta, kiegyensúlyozta, kibalanszírozta az embernek az emésztését. La hajlali isse ubraszakanta, de ugyanakkor fontos tudni, hogy egy betegnek és egy terhes asszonynak veszélyes volt ezt inni. Oké. Okay. A következő, amiről említést tett a misna, zoimonsel caboim, amiben ugye van hamec, az a festőknek a korpás vize. Hachatargimu, itt Babilóniában ezt úgy fordították, majedechi yuri, ez a korpás víz, ez a cavi beulába, amivel vörösre festették a bőröket. A bőrt, a megdolgozott bőrt, azt vörösre festették. Don't ask me, hogy ez miért korpás víz. A korpás víze hogy lehet vörösre festeni, de én viszonylag keveset tudok a bőr megdolgozás rejtelmeiről. Megyünk tovább. Milan selta bohim. A szakácsok kenyere. Mi az a szakácsok kenyere? Past vua, se lojhi viaslis, se ma nihal pikdérve is elvesz a zuhámo. Ez egy tulajdonképpen olyan félkész, harmad részben kész kenyér, amit elkezdenek sütni, kiveszik a sütőből, mielőtt megsült volna, és betapasztják, ezzel tapasztják le a edénynek a tetejét, hogy a hab, ami kijön, azt magába szívja. Vagy a nedvesség, ami kijön, nem tudom pontosan, hogy ezt, de valahogy ezt a főzéshez használták. Most jön az izgalom. Kajlön sem szafri. Az írnokok ragasztója, szó szerint. Mi ez az írnokok ragasztója? Ha határgam a pirúradelus kafé. Az egyik magyarázat, amit Babilóniában mondtak erre, hogy ez a cipészek ragasztója, nem a, ezt nem úgy kell érteni, hogy a írnokok ragasztója, hanem a cipészek. A cipészek összeragasztanak bőrt, és ezt valamilyen anyaggal csinálják, amiben van hamec. De simi mechaizna, amár zeti pulansel benőszasirim, semmi sájvesz őszene benőszeni. De simi egy másik magyarázatot mond. Azt mondja, ez az a szörtelenítő szer, kenőcs, amit a gazdag lányok meghagynak a szegény lányoknak, és ezzel szörtelenítenek. Miről van szó? Ugye mások már tanultuk, azt hiszem, a Sábesz traktátusban, hogy a kétféle szörtelenítő szer volt az ókorban. Volt a szegény lányoké és a gazdag lányoké. A gazdag lányok mit használtak? Mészt. Azt kenték föl magukra, és lehúzták, és úgy szörtelenítettek. A gazdag lányok meg valami ilyen anyagot használtak, vagy más anyagot használtak, és ennek a, még mindjárt szó lesz, hogy mi az a más anyag, és ennek a maradéka az, amivel itt dolgunk van. Én éve ha, tánere, meg hia, árba minni me dina, és lajse minni umnösz, mi a mártati pulansabb lajse sire máj minni umnöszika. Azt mondtam, hogy itt van egy probléma, miért? Mert Rabbi Chia azt mondta, hogy itt 7 dolgot soroltunk föl, és ebből a 7-ből 4 olyan van, ami egy általános, mindenki által használt szer, és 3 olyan, ami különböző szakmák által van használva. Most egyszerűen nézve, mi volt ez a 3, ami szakmák által van használva? A 3 utolsó, Zoimonatzeboim, a Milonsertabohim, Kajlonsertsofrim. Ugye a festők korpásvize, a szakácsok tésztája, és a írnokok ragasztója. De ha az utolsót, az írnokok ragasztóját szörtenítő szerként magyarázzuk, akkor nincs 3, ami szakmai ártalom lenne. Akkor az utolsó, azt is mindenki használja. Tehát itt valahogy nem stimmel ez a meghatározás. El a máj, például rudadás kuvé. Azt mondtam, hogy ezért inkább nem maradjunk az eredeti magyarázatnál, hogy ez a cipészek ragasztója. A máj karilé háj kajlönsel szöfrim, kajlönsel átszani mi baj elé. De akkor nem azt kell, legyen a neve, hogy írnokok ragasztója, hanem az, hogy cipészek ragasztója. Miért nevezi ezt írnokok ragasztónak? A marava is el a ilyen pirulados kovéúvá máj karilé kajlönsel szöfrim, de szöfrim nem én már bikén benne érő szélyem. Azt mondja, azért, mert ugyan igaz, hogy ez főleg a cipészek által van használva ez a ragasztó, de a szöfrim, a írnokok is használják, hogy a papírjaikat összeragasszák. Gondolom, hogy érdekes, hogy akkor gondolom, nem voltak könyvek, de minden esetre így ragasztották. Nem, bocsánat, itt azt mondja a kommentár, hogy a papíruszt ezzel ragasztották, és így csináltak papírt. Magát a papíruszt így hozták létre. Oké. Okay. Mi volt az, amivel a misna folytatta?
A Mishna azt mondta, Avtach Sitei Rabbi Elezer, mert Avtach Sitei Nosim. Ugye a nők szépítő szerei, ékszerei, szépítő szerei is, hogyha hamec van bennük, akkor azok nem jó. Tach Sitei Nosim szálka bájtach, ele éma afti pulé nosim. Itt nem ékszerekről van szó, hanem szépítőszerekről. De Amarav Yehuda, ugye mert szó szerint azt mondtuk, Tach Sitei Nosim, azt mondta, hogy ékszerek. Női ékszerek. Szóval a Talmud ez nem női ékszerek, hanem női szépítőszerek. De Amarav Yehuda, Nois Israel, se giu le pirkan, ve lohi giu le shanim, ve nois anin taifla saiszan beszid, ve nois asim taifla nois az beszajlesz. Azt mondják, a Izrael lányai, akik elérték a pubertás időszakot, kort, de még igazából korban nincsenek ott, tehát még kislányok, de kicsit idő előtt pubertáltak, és szégyelték a szőrszálaikat, azok szörtelenítették magukat. Hogyan szörtelenítették? Nőszön ilyen tövlen, nőszön beszéd. A szegény lányok mésszel, nőszön sim tövlen, nőszön beszéd lesz. A gazdag lányok, köszönöm Mária, a gazdag lányok, azok pedig lisztel és vizet összekevertek, és azt kellett kenték magukra. Bnöiszme lachim be semen amar. És az igazán gazdagok, a királylányok, azok rózsaolajjal. És nem már sisakha dosim be semen amar, ahogy Eszter könyvében is olvassuk, hogy a lányokat 6 hónapon keresztül kenegették rózsaolajba. Ez volt egy ilyen szépítőszer. Máj sem, nem baj, mi az a rózsaolaj? De Fundabár Imre almát taszacht. De Fundabár Imre szerint ez mirhaolaj. De Fundabár Ába almát semmen zájt se nagyobb is lis. De Fundabár Imre szerint egy harmadjában érett oliva olaja. Tányere Buda Imre ampikin semmen zájt se nagyobb is lis. Ugyanezt mondja Rabbi Yehuda, vagy lama szachi nöjszem ifné, sem másira szeal, mádön eszem basszal. És miért kenegetik rózsaolajjal magukat? Mert ennek két jó hatása is van. Részben szörtelenít, részben pedig gyönyörű testápoló. Drága barátaim, idáig tartott a mai tanulás. Mindenkinek egy gyönyörű Shavuatov, egy gyönyörű jó hetet kívánok, egy Guten Woch. Sok sikerben, egészségben, gazdagságban és minden jóban gazdag hetet. Holnap este ugyanitt, ugyanígy folytatjuk, addig is mindenkinek jó pihenést és sok szerencsét!